A jelenlegi helyzetben is a területen tegyünk meg mindent az egészségkárosodás megakadályozása érdekében. Például kezdjük meg haladéktalanul annak a vörös iszapnak a begyűjtését, amelynek a pora már terjeng a levegőben, a széljárás miatt egyenesen ajkára hordja a nehézfém tartalmú és egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó port. Ez a munka, ez halaszthatatlan a helyben élők egészségének a megőrzése érdekében. Köszönöm szépen! Köszönöm. Megadom a szót Harag Péter úrnak, a KDNP országgyűlési képviselőcsoportja vezetőjének. Önök úr, tisztelt ház! Az ember életét befolyásolják az események, akár a tragédiák, akár a megnyílt lehetőségek, de magát az embert az minősíti, a személyiség erejét az mutatja meg, hogy hogyan kezeli az eseményeket. Túléli a tragédiát, és él a megnyílt lehetőségekkel. Egy ország életében is hasonlóképpen van, meghatározzák az események, de erejét az mutatja meg, hogy hogyan kezelik a döntéshozók és maga a társadalom a problémát. A magyar társadalom, a magyar emberek minden csapás idején kitűnőre vizsgáztak együttérzésből és összefogásból. A polgári kormánynak kijutott a megpróbáltatásokból, az elsőnek a Beregi árvízből, a másodiknak a Borsod-Zempléni árvízből, és most a Vörösiszapból. Kérdés, hogyan kezelte ezt a problémát? Felelősen és szakszerűen. Annak idején a Beregi újjáépítés egy egész ország részt szépített meg, és jutatott fedelet a kárvallottaknak. A Borsodi árvíznél hasonló történt, és most a Vörösiszap gyors, szervezett és szakszerű, de nem utolsó sorban empatikus intézkedés sorozatot eredményezett. Azonban a probléma kezelésének van egy új mozzanata, ami összefügg a magyar társadalom állapotával és a vezetés eddig kialakult gyakorlatával. A rendezettség hiányával és a következmények nélküliséggel. Az ember életét, társadalomét is normák irányítják, ez feltételezi a felelősség tudatát, vállalását és gyakorlását. A kormány vállalta ezt a felelősséget, szakszerűen kezeli a problémát, rendet teremt, és most hadd idézzem azt, amit miniszterelnök úr mondott, a közérdek és a magánérdek közti különbséget meghatározza, és az a négy pont, amit említett a közérdek érvényesülésével kapcsolatban, pont erről szól. Az ügy persze felveti a felelőtlen privatizáció kérdését is, és mindenek előtt az üzemeltetők, tehát nem feltétlenül a tervezők, nem feltétlenül az építők, kivitelezők, de az üzemeltetők felelősségét. Az igazságosság követelménye a teljes körű felelősség felderítése és az arányos felelősségre vonás. Ezzel tartozunk az áldozatoknak és a kárvallottaknak is. Még néhány kulcsszót engedjenek meg, amit ez a probléma felvet. Túl a közérdek és magánérdek kérdésén a valódi környezetvédelmet, ami nyilván szakszerű és határozott kell, hogy legyen, és a célra koncentrál, a termelés mindenek előttiségével szemben. És persze az állam szerepét. Az elmúlt időszakban tapasztaltuk ezt a pénzügyi válsággal kapcsolatban. Azok, akik gyenge államról beszéltek, végül is a nagy és erős állam beavatkozását kérték, de ugyanígy a környezeti katasztrófák idején is. Nem az a kérdés, hogy az állam kicsi legyen, vagy nagy legyen, hanem az, hogy erős legyen. És végül engedjék meg, hogy frakcióm tagjainak kérésére elnök úrhoz továbbítsam azt a kérést, hogy a szokásos megemlékezésünk módján az elhunytaknak majd a napirendi előtti felszólalások végén adjuk meg ugyanazt a tiszteletet, amit a parlament elhunyt tagjainak meg szoktunk adni. Köszönöm figyelmüket!
Megadom a szót Vona Gábor frakcióvezető úrnak a Jobbik részéről. Parancsoljon. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Természetesen az én szavaim is első körben és elsősorban az együttérzésről kell, hogy szóljanak az áldozatok hozzátartozói felé, valamint a sérültek felé, és minden megkárosult magyar ember felé, aki ennek a katasztrófának elszenvedője volt. Szintén számomra is a második körben köszönetet kell mondani mindazoknak, akik a kárenyhítésben, a katasztrófamentésben részt vettek, illetve köszönetet kell, hogy mondjunk a magyar embereknek és a magyar társadalom egészének is, amely azt hiszem, hogy ebben a igen súlyos katasztrófa helyzetben ismét bizonyította, hogy a turáni átok nem létezik. Nagyon sokszor próbálják azt belénk magyarázni, sok esetben néha úgy érzem, hogy mintha tudatosan próbálnánk belénk verni, hogy a magyar ember képtelen az összefogásra. Én a borsodi árvizek és a mostani vörösiszap katasztrófa kapcsán azt látom és azt tapasztalom, és remélem, hogy ez nem pusztán az én illúzióm, hogy a magyar társadalom igenis képes az összefogásra, hogyha fontos ügyről van szó. Egyúttal ki kell fejezni, és pont, hogy ennek kapcsán kell kifejezni a szándékunkat arra nézve is, és azt hiszem a vasárnapi belügyminiszter úrnál tett látogatásunk során erre kaptunk mindenfél részéről garanciákat, hogy el kell kerülni mindenfajta pártpolitikai csatározást, vagy a katasztrófának ilyen irányú felhasználását. Nagyon-nagyon rossz lenne, hogyha bármiféle pártpolitikai csatákban merül neki az helyzetnek a kezelése. A Jobbik eddig is, én azt gondolom, hogy kellő felelősséggel tudott ügyek között választani, és most úgy érzem, hogy ez egy olyan ügy, ahol nem is nagyon kell ezügyben mérlegelni. Minden felelős lépésében támogatni fogjuk a kormányt és a kormányzatot, ami a kárenyhítésre, a katasztrófa helyzet elhárítására, illetve a kártérítésre fog irányulni. Viszont eltelt annyi idő, még ha kevés idő is telt el, és még minden bizonnyal nagyon sokat fogunk erről a problémáról beszélni, azért eltelt annyi idő, hogy néhány konzekvenciát levonjunk, néhány dologról azért említést tegyünk. Az egyik például a hatósági vizsgálatoknak a hatékonysága, ennek a kérdése. Ugye egy környezetvédelmi hatósági vizsgálat készült a zagytározó állapotát illetően, amely, ha jól tudom, a nyomozati anyag részét képezi, tehát vizsgálat alatt van ez az anyag, viszont fölmerült bennünk a kérdés, hogy a katasztrófa védelemnek nem kellett volna vizsgálnia az agytározó állapotát, amelyre ugye azt a választ kaptuk, hogy nem veszélyes üzem. Nem volt veszélyes üzem a tímföldgyár, illetve az agytározó, amely hát fölvet azért néhány olyan kérdés, hogy ki az, aki ez ügyben döntött. Ki az, aki arról döntött, hogy ez nem minősül veszélyes üzemnek, hiszen az élet, a valóság rácáfolt arra, hogy igenis az. Tehát itt én azt gondolom, hogy mindenképpen a jelenlegi szabályozást újra kell gondolni az esetnek a kapcsán. Szintén ehhez kapcsolódó, ugye volt a Jobbiknak egy vizsgálóbizottság felállítására irányuló javaslata, amely itt sok a kormányzat részéről hozott intézkedés szempontjából talán feleslegesnek tűnhet, de ennek a vizsgálóbizottságnak célja volt az is, hogy a hasonló jellegű veszélyes üzemek állapotát lajstromba vegyük, feltárjuk és kidolgozzunk erre egyfajta vészforgatókönyvet. Én azt gondolom, hogy ez megint egy olyan helyzet, amikor ennek a szükségessége nem vitatható. Nézzünk körül az országban, hogy itt a 90-es évek derekán a szocialista nagyüzemek privatizációja során számtalan olyan helyzet állhatott elő, amely hasonló jellegű katasztrófákat okozhat. Én azt gondolom, a kormányzatnak ez is most jelen pillanatban felelőssége. Mint hogy felelősség, a felelősség megállapítása is. Ezügyben üdvözöljük a kormányzat lépését, és szeretném tájékoztatni miniszterelnök urat, hogy mind az állami felügyelet alá vonással kapcsolatos törvénymódosítási javaslatot, mind pedig a katasztrófa védelmi biztos poszt létrehozását támogatni fogja a Jobbik frakció. Itt az üzemvezetőinek felelősségével kapcsolatban azért fölmerül egy kérdés, itt valamelyest próbálom tolmácsolni a magyar emberek hangját, de szerintem mindannyian halljuk és érzékeljük, itt azért a magánvagyoni felelősség kérdése is fölmerül. Én tudom, hogy ennek jogi akadályai vannak, de hát elvileg van egy rendkívüli helyzet, a kormányzatnak pedig van egy rendkívüli felhatalmazása. Talán érdemes volna átgondolni annak a lehetőségét is, hogy ilyen esetekben a jövőben lehessen akár a magánvagyoni felelősséget is megállapítani. És még egy dolog. A megnyugtatás. Én nagyon-nagyon fontosnak tartom mind a politika, mind pedig egyéb szereplők részéről, hogy nyugtassuk meg az érintett feleket. Ezt például nem segítette a MOL ZRT vezetőinek cinikus nyilatkozata. Hát itt többször utaltunk már rá, itt megint a néphangját kell közvetítenem. Amikor a MOL ZRT vezetői arról beszéltek, hogy ez nem veszélyes, akkor valóban a néphangja azt szerette volna, hogyha megfürdetik ezeket az embereket ebben a vörösiszabban. De most volt egy másik eset itt a bankok kapcsán, ugye
a jelzálog alapot képező házak összeomlásával. Állítólag bizonyos banki levelek, banki tájékoztatások kerültek ki az érintettekhez, amely a hitelszerződés felmondását és egyösszegű kifizetését helyezte kilátásba. Én arra kérem a kormányzatot, hogy erre is ügyeljen, mivel az időm lejár, akkor még csak szeretnék utalni a nemzetközi közvélemény megnyugtatására, és nehogy esetleg az idegenforgalmunknak súlyos katasztrófa helyzetet jelentsen a jelenlegi katasztrófa. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm. Megadom a szót Mesterházi Attila úrnak, az MSZP frakcióvezetőjének. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Ugyan sokszor elhangzott, de talán nem hiába való megerősíteni azokat a mondatokat, amit több képviselőtársam is itt az imént elmondott. Én is hadd kezdjem azzal, hogy a részvétemet szeretném kifejezni, illetve az együttérzésemet mindenkivel kapcsolatban, aki ebben a tragédiában érintett, kárvallott, hiszen ez a legfontosabb, hogy érezzék az emberek, hogy nem csak itt Magyarországon, az egész világban nemzet minden egyes része egyöntetően szolidáris és segíteni akar a kárvallott és elhunyt emberek családjainak, azoknak, akiknek az életét döntötte romba ez a tragédia. Azt is szeretném megköszönni a kormánynak, belügyminiszter úrnak, hogy elfogadta azt a kérésemet, ami arról szólt, hogy kapjunk tájékoztatást ellenzéki pártvezetőként, hogy lássuk azt pontosan, hogy hogyan és hol tudunk mi is eszközeinkkel hozzájárulni ahhoz, hogy ezt a katasztrófát a leghatékonyabban lehessen kezelni. Hogy köszönet ezért a kormánynak, hogy ezt a tájékoztatást megadta, és hogy erre lehetőséget biztosított. Több olyan pont van, amivel maximálisan egyetértünk miniszterelnök úr által, vagy a kormány több tagja által elmondottakkal. Engedjék meg, hogy ezeket is csak, hogy rögzítsük, hogy mi az, amiben egyetértünk, fontos kimondani. Az első, hogy az emberek az elsők, és teljesen természetes, hogy az ő élet lehetőségeiket kell visszaadni ott a térségben, és mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy ez a lehető leggyorsabb időn belül megtörténhessen. A második ugyanilyen fontos pont, hogy a munkahelyeket meg kell óvjuk, hiszen ez a katasztrófa elég sok kárt okozott már eddig ahhoz, hogy még tovább súlyosbítsuk a társadalmi feszültséget, a társadalmi károkat. Ezért teljesen jogos és helyes az az irány, hogy ezeket a munkahelyeket, amelyek valóban több ezres nagyságrendben veszélyeztetve vannak, ezt a kormány valamilyen formában kezelje. A harmadik, hogy a környezeti károkat enyhíteni kell, hiszen ez az emberre, a gazdaságra, az agráriumra egyformán kihatással van. A negyedik, hogy meg kell büntetni azokat, szigorúan és határozottan, akik felelősök ezért a katasztrófáért. Ha a cég oldaláról, akkor a cég oldaláról, de hogyha adott esetben állami szerv, intézmény is hibázott, akkor bizony ott is körül kell nézni, hogy ott hogyan állapítható meg a felelősség. Abban is egyetértek, hogy felháborítóak voltak azok a nyilatkozatok, amelyeket megfogalmaztak a cég vezetői az elmúlt napokban. Ilyet nem lehet megtenni, ennél sokkal nagyobb empátiával és alázattal kell nyilatkozni ilyen esetben, hiszen a károkozóknak ebben nincs más dolguk, mint hogy segítsék a károk helyreállítását és a kár enyhítését. Abban is egyetértünk miniszterelnök úrral, hogy az újjáépítésben is részt kell vennie annak a cégnek, amelyik a károkat okozták. És abban is egyetértünk, hogy bizony a felajánlás és a segítség az meghatározó. Most éppen ezért döntött az MSZP frakció arról, hogy 1 millió forintos támogatásban biztosítja azokat a szervezeteket, akik el tudják juttatni a kárvallottakhoz. Erről döntött az Európai Parlamenti Delegációnk is, és erre kértük a párt összes tagját és szervezetét is. Én bízom abban, hogy a többi képviselőtársunk is felajánl valamilyen ilyen segítséget, mert valóban ilyenkor ezzel is ki tudjuk fejezni a szolidaritásunkat. Az, amit bejelentett ma miniszterelnök úr törvény formájában, ezzel két problémánk van. Az első, az még mindig a célokkal maximálisan egyetértünk, hiszen ilyen esetben igenis cél az, hogy a közérdek az mindenféleképpen előzze meg, nem csak ebben az esetben, bármely más esetben a magánérdeket. A jelenlegi törvények is azért adnak mozgásteret arra, hogy a kormány olyan esetben, amikor életveszélyről, bármilyen veszélyhelyzetről van szó, akkor eljárjon, és igenis határozottan képviselje a magyar társadalom, a magyar emberek érdekeit. De ez, amit most olvastunk törvénytervezetként, ugye nagyon kevés időnk volt erre, hogy elolvassuk ezt a mostani javaslatot. Éppen ezért talán a módszer is túl gyors ilyen szempontból, bár értem, hogy ebben a helyzetben nagyon gyorsan kell reagálni a kormánynak, és ebben osztom a miniszterelnök úrnak a sietségét, de ilyenkor érdemes lenne ebben adott esetben konzultációt tartani, hiszen ez az eszköz, ez eléggé pontatlan és félreérthető, legalábbis ami a szövegtervezetben megfogalmazásra került. Óhatatlanul fölmerül az, hogy milyen helyzetre, hogy kimondottan erre a helyzetre, kimondottan